Nyilván egy nagyon jó eredményt értünk el, úgy gondolom, hogy egy fergeteges szurkolótábor előtt, és egy szerintem igazán jó Ferencváros ellen értük ezt el. De hogyha belegondolsz, akkor volt három olyan lehetőségünk kontrából, amit az első fél idő végén a Barton Attilának a lövését fejelték ki. Itt a végén volt a Daninak lehetősége, tehát igazából azt mondom, hogy nem voltunk megelégedve, hanem a mai mérkőzés ennyi volt benne. Ha kicsit jobban merünk koncentrálni, vagy jobban koncentrálni, és jobban merünk játszani, akkor szerintem megszerezhetjük volna a három pontot, de én azt mondom, hogy teljesen reális a döntetlen. Se a Ferencvárosnak nem volt több lehetősége, se nekünk nem volt több lehetőségünk, és azt mondom, hogy egy reális eredmény született. Mi a baloldalt Bálotomival elég intenzíven koncentráltunk a védekezésre. Abból egy kicsit nehezebben tudtunk fellépni, amikor fel tudtunk lépni, akkor viszont a súlyt pont áthelyezések vagy későbbiek voltak, kicsit lassabban történtek, vagy pedig az a kevés alkalomban hiba csúszott. Én is úgy érzem, hogy talán a végén kockáztathatunk volna mi is többet, hiszen ez az egy pont, ez valóban senkinek nem elég. A Fradi nem lehetett elégedett, mert itthon játszott. Mi meg azért, amit mondtam, ketté szakíthattuk volna a mezőnyt, alsóház felsőházra, ugye ott a 8. helyen, és nagyon fontos lett volna, hogy tovább építkezzünk felfelé, és ezáltal úgymond azt a reménysugárt, amiért dolgozunk idén is, hogy a dobogó közeli helyet elérjük, ahhoz kellett volna azért az a két pont. Tudjuk, hogy egy nagyon tragikus dolog történt itt. Nem volt egyszerű, szerintem egyik csapatnak sem játszani. Ahogy kimentünk bemelegíteni, már ott lehetett érezni, hogy egy szokványos mérkőzés kezdődik. Utána kijöttünk a mérkőzésre, bevonultunk, és hát ez egy nagyon szép látvány volt, hogy ennyi gyertya, nem tudom, hogy mennyien volt a 10 000, nem tudom, és tehát ez nem egy megszokott mérkőzés volt. Majd szerintem mind a két csapatnak kellett egy kis idő, hogy bemelegedjen, mert ugye azért egy 25 percet álltunk bemelegítés után. Szerintem ez is rányomta egy kicsit a bélyegét, maga a hangulat is ugye nem volt megszokott, de biztos benne van az is, amit mondtam, hogy nem mertünk passzolni úgy, ahogy szerettünk volna, de hát azért mondom még egyszer, hogy itt azért egy olyan hangulat volt, egy olyan szurkolótábor, amikor elkezdtek szurkolni, hogy az fergeteges volt.